Sziasztok! Bácsalmási Marian vagyok, az Oxigeni Hair vezető halgyógyásza. Most Nagy Andreával, a pesti Szabó Imre Szalon halgyógyászával fogunk arról beszélgetni, hogy ő kismamaként hogyan tud segíteni azoknak a kismamáknak, akik bármilyen fejbőr vagy halgyógyászati problémával rendelkeznek és hozzáfordulnak segítségért. Andi, te is kismama vagy, ez egy csodálatos állapot, egy csodálatos időszak az életedben. Halgyógyászként hogyan éled ezt meg? Hogyan tudsz kismama vendégeidnek segíteni az oxigénterápiás kezeléssel? A terhesség ideje alatt nagyon sok hormonális változáson megy keresztül egy női test, megnövekedik az ösztrogén és a progeszteron szint. Ez sok esetben jót jelent, mivel ebben az időszakban a hajszálaink élettartalma megnövekszik, viszont sajnos történhetnek rossz dolgok is. Ez együtt járhat elzsírosodással, szárazkorpás fejbőrrel is ugyanakkor, de ebben az esetben az oxigénterápia megoldást tud nyújtani. A szoptatás az egy teljesen más időszak már egy kismama életében, ilyenkor az ösztrogén és a progeszteron szint az visszaáll a normál tartományban, ezért ilyenkor történik majd a nagyobb hajveszteség. Sajnos ilyenkor foltos hajhullás is kialakulhat, nagy hajveszteség, ami nagyon ijesztő egy kismama számára, ilyenkor szoktak általában megkeresni, mert nincsenek azzal tisztában, hogy ez egy teljesen normális folyamat. Ez általában egy év alatt optimalizálódik, de az oxigénterápia ezt az időszakot nagyon le tudja rövidíteni. Terhesség az egy nagyon stresszes időszak, ezt én is észrevettem a saját bőrömön. Ilyenkor nagyon sok támogatásra van szükségünk, olyan változásokon megyünk keresztül, amiről nem tudtunk eddig, úgyhogy mind lelki támogatásra szükségük van, és mind professzionálisan nagyon fontos értékes tanácsokkal ellátni őket, hogy mit, hogyan és mikor használjanak ebben az időszakban. Tudják-e vajon a kismamák azt, hogy ebben az időszakban milyen hajápolási termékeket használhatnak? Hogy mivel tudnak esetleg valamilyen kárt okozni, vagy mivel tudják segíteni azt, hogy a hajuk ugyanolyan egészséges és szép maradjon, mint előtte? Ebben az időszakban kerülendők a gyógyszeres készítmények, mivel hogy sajnos a változások miatt sokkal valószínűbb, hogy allergiás reakció alakulhat ki. Ugyanakkor egy kismama számára nagyon fontos szerintem kerülni mindenféle kemikáliát, mivel hogy a placenta azért egy szűrőként működik ebben az időszakban, de nem tud átszűrni minden káros anyagot. Sajnos mostanában nagyon sok csecsemő születik bőrproblémákkal, allergiás, szeboreás problémákkal. Ez nagyban visszamutat arra, hogy az édesanyja szervezetében fellelhetők jelentősebb mennyiségben a toxinok. Ezért már a gyerekvállalás előtt érdemesebb egy nagyobb tisztítókúrát elvégezni az anyukának, és kerülni mindenféle kemikáliát a terhesség alatt, mivel hogy szerintem nem szabad megkockáztatni, hogy ez megtörténjen.